főutakon az Agrárium 1300 milliárd forinttal rendelkezésre a gazdák számára a vidékfejlesztési programban 2020-ig. Fúzió a hulladékgazdálkodásban. Közös ügyfélszolgálati irodát nyitott az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. És a Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Téli felkészülés. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs megyei igazgatósága minden eszközét megvizsgálja, hogy megbizonyosodjanak arról, felkészültek a téli időjárásra. Új utakon az Agrárium a magyar tudományünnepét agrárkonferenciával indították hétfőn a Nyíregyházi Egyetemen. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Primbom Alapítvány és az Egyetem közös szervezésében a fenntartható mezőgazdaság, a bio- és ökogazdálkodás előnyeiről, lehetőségeiről hallhattak tudományos előadásokat a résztvevők. A hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről is tájékozódhattak, ugyanis a vidékfejlesztési programban 1300 milliárd forint áll rendelkezésre 2020-ig. Ebben technológiai fejlesztésre is nyerhetnek támogatást a gazdák. Egy kis kóstolgatással kezdtek az agrárkonferencia résztvevői a mezőgazdasági termelők, őstermelők standjainál. A helyi vállalkozások jó minőségű termékekkel, különlegességekkel jöttek el az idei találkozóra. Boros lekvárok, mézek, szörpök, bor és balzsamecetek, csiliszószok, illetve vannak kozmetikumaink is, ajándéktárgyak az üzletben. Új utakon az Agrárium címmel a héten kezdődő magyar tudomány ünnepét már hagyományosan mezőgazdasági konferenciával nyitotta a Nyíregyházi Egyetem és a Primbom Alapítvány. A tudományos szakmai előadások a bio- és ökogazdálkodás lehetőségeiről, a fenntartható mezőgazdaságról szóltak. A fenntartható agrárium a természetes környezet meglévő erőforrásaira épít. A fosszilis energiahordozók kimerülése és drágulása érezteti hatását a mezőgazdaságban is. Olcsóbban kell termelniük a gazdálkodóknak, állattartóknak, azaz jobban ki kell használni az agráriumban is például a geotermikus energiát, a nap- és szélenergiát. A szélenergiát ősidők óta hasznosítjuk, például arra, hogy öntözővizet hozzunk fel, de a legnagyobb lehetősége Magyarországon egyértelműen a gazdáknak arra van, hogy a biomasszát felhasználják, mindenféle venyige, ugye meccés után visszamaradt mindenféle melléktermék. Ezeket mindig is felhasználta a gazda, most energiatermelésre is fel lehet használni majd. A klímaváltozás hatása az agráriumban is érezhető, kiszámíthatatlan az időjárás, kevés a csapadék. A termelők fajtaváltásra kényszerülnek, például szárazságtűrőbb kukoricát fognak vetni. A fajtakutatások is a megváltozott időjárási körülményekhez alkalmazkodóbb növénykultúrákat vizsgálják. Emellett a mezőgazdaságban innovációra is szükség van ahhoz, hogy a helyi vállalkozások gazdaságosan a kor színvonalának és a fogyasztói igényeknek megfelelő termékeket tudjanak előállítani. Ehhez egy dinamikus technológiaváltásra van szükség az ágazatban. Olyan korszerű gépek és technológiák jöttek ki, és láttak napvilágot, amelyek biztosítják az előbb mondott magas színvonalú termelést és minőségi termelést, és ezt a vállalkozások igénylik is. Hát senki nem akar lemaradni, mindenki a piacon akar maradni. Ehhez kell az a háttér, amit az előbb említettem, hogy megfelelő információval, tőkével, kapcsolati rendszerrel rendelkezzenek, akár Magyarországon belül, akár az Unió felé. Azt még el kell mondanom, hogy a Primbom, ugye egyedül Magyarországon az Európai Unió agrár ágazatán belül az élelmiszipari csoportnak is a tagja, és megfelelő kapcsolatokat tudunk teremteni akár uniós szinten is az itteni vállalkozások részére. Emellett a Primbom a KKV-k számára mikrohiteleket nyújt, valamint az uniós pályázati rendszerben tanácsadással is foglalkozik. Az agrárvállalkozások elsősorban a vidékfejlesztési programban pályázhatnak támogatásra, ennek keretösszege 1300 milliárd forint 2020-ig. A gazdák számára az idei egységes agrártámogatások előlegeit már elkezdte kifizetni a Magyar Államkincstár. Ha a normatív támogatásokról beszélünk, akkor itt jelenleg több mint 400 milliárd forint kifizetése várható a 2017-es egységes kérelemre. Elindult 2017. október 16-án ezeknek a kérelmeknek az előlegfizetési időszaka. Eddig, tehát október 16-tól egészen a mai napig közel 100 milliárd forintot fizettünk ki.
A konferencián magyar, ukrán, román és szlovák vállalkozások és szervezeteik is részt vettek. Fúzióra lép az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. És a Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A közös munka első lépése egy új ügyfélszolgálati iroda megnyitása, amelyben mindkét cég képviselői dolgoznak. A Nyíregyházi Központban szinte bármilyen hulladékgazdálkodással és szállítással kapcsolatos ügy elintézhető. Hányszám? 26. És akkor majd a számlák is ide menjenek. Igen. Ide-oda fogok érni ez a számlát. Ez a hölgy már az új irodában tudta elintézni a hulladék gazdálkodással és szállítással kapcsolatos ügyeit. Szabolcs-Szentmár-Bereg megyében a THG Kft. És az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Végzi a hulladék gazdálkodással kapcsolatos ügyeket. Az előbbinek a Bokréta utcán, az utóbbinek pedig a Benczúr téren van irodája, és sokszor az ügyfelek sem tudták pontosan, hogy az adott problémával melyik szolgáltatóhoz kellene fordulni. Ennek kiküszöbölésére elindult a két cég társulása, amelynek első lépése egy közös iroda kialakítása volt. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. És a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. Fúziójáról döntöttek az illetékes testületek, mind a Hulladékgazdálkodási Társulás, a Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás, de Nyíregyházi önkormányzata is erről döntött, és majd az érintett önkormányzatok nyilván, akik érintettek, ugyancsak remélhetőleg így fognak dönteni. És ezt az egyesülést szimbolizálja tulajdonképpen ez az közös ügyfélszolgálati iroda. Budapest után ez lesz a második legnagyobb társulás az országban, amelyet már most példaként emlegetnek a szakemberek. Az új irodában mindkét cég ügyfeleit kiszolgálják, és a tényleges egyesítést követően is itt fogadják a lakossági panaszokat. A legtöbb probléma orvosolható, kivétel a készpénzes fizetés. Gyakorlatilag a hulladék közszolgáltatás valamennyi problémáját, vagy elintézni való ügyét el tudják itt intézni, például tulajdonosváltás átvezetése, szüneteltetés, ingatlanok szüneteltetése. Azért mondom ezeket a fontos dolgokat, mert általában ebből vannak a problémák. Egy dolgot biztos, hogy nem fognak tudni elintézni, készpénzes fizetés ebbe az irodánkban nem lesz. Ettől függetlenül, hogyha valaki bejön mondjuk, hogy mennyi a számla egyenleg, és ki szeretné egyenlíteni, akkor csekket tudunk adni, ami postán be tudja fizetni a kért összeget. Az új iroda központi helyen, az Univerzum üzletházban található, amely a jól megközelíthetősége miatt a kényelmi szempontoknak is megfelel. Téli üzemmódba kapcsolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága. A megyében lévő mintegy 32 ezer kilométeres úthálózatból 2139 kilométer a közút hatáskörébe tartozik. Hétfői sajtótájékoztatójukon elhangzott, a ZRT-hez tartozó minden eszközt átvizsgálnak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy felkészültek a téli időjárás viszontagságaira. A téli előkészületek már a nyár folyamán elkezdődnek a Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságán. Az egész éves feladatok közé tartoznak a hótakarítógépek karbantartása, az intézkedési tervek előkészítése, és nem utolsó sorban a gépkezelő szakemberek felkészítése. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága mind a hét mérnökségén felkészültek a kollégák arra, hogy a téli védekezéshez megfelelő járművek álljanak rendelkezésre. Ezért a mai nappal kezdődően téli gépszemléket tartunk, egész héten téli gépszemle lesz minden mérnökségen, ahol meggyőződünk arról, hogy az eszközeink milyen állapotban vannak, meggyőződünk arról, hogy az adapterek, amelyek a sószórást, illetve a hóeltakarítást végzik, azok milyen állapotban vannak, kipróbáljuk őket üzemszerűen. A megyében lévő úthálózat közel 32 ezer kilométer, ebből 2139 kilométer a közúthálózat. A téli időszakban minimum 250 fő munkavállalóra van szükség a megfelelő elhárítási munkálatokhoz. Az országos közútkezelő szabályzata szerint minimum 5 cm vastag hó esetén már elindulnak a járművek és megkezdik a védekezést. 5 cm alatti csapadék mennyiség esetén viszont mérlegelik, hogy szükséges-e vagy sem minden eszköz használatba helyezni. Az életveszélyes helyzeteket a katasztrófa védelem kezeli, de el kell, hogy mondjam, hogy éppen ezért, hogy senki ne kerüljön ilyen helyzetbe, vagy ha került, akkor biztosítani lehessen a megfelelő helyre való eljuttatását. A katasztrófa védelem és a Magyar Közút közösen egy életmentő konvojt hívott életre. Természetesen szükség esetén a katasztrófa védelem felé kell jelzést megtenni, és az életmentő konvoj annak megfelelően indul.
A Magyar Közút kéri a közlekedésben résztvevőket is, hogy gépkocsijuk állapotának ellenőrzésével készüljenek a téli időjárásra, hiszen felkészültebben elkerülhető lehet egy-egy életveszélyes közlekedési helyzet. A megbélyegzés megakadályozása és a kirekesztettség érzésének csökkentése. Ezek a fő feladatai az idén 20 éves pszichotikus betegségekben szenvedők Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Érdekvédelmi Egyesületének. A szervezet még 1997-ben jött létre, működésük jubileumának alkalmából bemutatkozó konferenciát tartottak hétfőn a megyeházán. Pszichotikus betegségben szenvedők. Ez egy elmegyógyászatban használt fogalom, régebben a köznyelv csak elmebajként emlegette. Akkor használják, amikor az egyén elveszti kapcsolatát a valósággal, téveszmély és érzékcsalódásai vannak, hangzott el a pszichotikus betegségben szenvedők Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Érdekvédelmi Egyesületének 20 éve együtt című rendezvényén. A szervezet még 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítsen a betegség elfogadásában. Az egyesület célja a pszichotikus betegség miatt esetleges, kialakult stigmatizációs csökkentése. Tehát a társadalomba a visszailleszkedés elérése ezen betegeknél, és hogy a kirekesztőség érzése csökkenjen. Ez azért is fontos, mert ma Magyarországon minden negyedik ember küzd valamilyen pszichiátriai problémával. A lakosság 2%-a kifejezetten pszichotikus betegnek számít. A leggyakoribb esete a skizofrénia gyakorisága férfiaknál és nőknél egyaránt 1% körüli. Ezek a betegségek örökölhetőek, azonban a stresszes életmód is kiválthatja. Szabolcs-Szatmár Bereg megye sok szempontból elmaradottabb és stresszesebb térségnek számít, ezért itt az országos átlagnál egy kicsivel magasabb a pszichotikus betegek aránya, hangzott el a rendezvényen. Az egyesületünk mindenféleképpen rendezvényekkel próbálja érzékenyíteni a társadalmat, és ezáltal a betegeket is a jó kapcsolat, kommunikáció reményében. Nagyon sok kirándulást szervezünk, például, de a foglalkoztatás terén is élen járunk. Nyíregyházán, a városban olyan egyesület, aki kimondottan pszichotikus betegeket foglalkoztatna, nincsen jelenleg, csak mi. Az előadásokon kiemelték, a betegségből meggyógyulni nem lehet, de gyógyszeres kezelése, odafigyelése, valamint szakmai segítsége szinten tartható az állapot. Emléktáblát avattak Geszteréden az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti gyásznapján. 61 évvel ezelőtt, november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg Magyarországra, amelynek célja a forradalom leverése volt. Ez alkalomból emlékeztek a hősökre, a mártírokra és harcokban elesett honfitársaikra a Szabolcs megyei településen. Sok faluban nem érzékelték közvetlenül a szovjet tankok bevonulását 1956. november 4-én, azonban a geszterédiek igen, ahogyan a harckocsik Debrecen felé haladtak. A településen bár minden évben megemlékeznek a forradalom és szabadságharc nemzeti gyásznapján, eddig 56-os tárgyi emlék még nem volt Geszteréden. Most külügyminisztériumi forrásból Kolotkó Mihály ungvári szobrászművész készítette ezt az emléktáblát. Úgy gondoljuk, hogy egy kisebb falu is megérdemli azt, hogy a hősökre tudjon méltóan emlékezni. Még ez idáig nem volt Geszteréden. Valamikor régen mi úgy hallottuk az őseinktől, szüleinktől, hogy még beszélni sem nagyon lehetett erről az 56-os eseményekről, de itt azért csak átadták a szülők a gyerekiknek, hogy mi hogy volt, és nem minden faluba, de itt Geszteréden is voltak megmozdulások, úgy áldozatai, hogy sok embert megkínoztak, megvertek, és a beszolgáltatások voltak a szegény világban, még az emberektől elvették azt is, ami azt a kevés terményt is, ami volt. Az ünnepségen Budai Gyula miniszteri biztos beszédében elhangzott, ezen a napon a szabadságot ünnepeljük, ez pedig a magyarok számára azt jelenti, hogy mi magunk dönthetünk arról, kikkel szeretnénk élni, nem pedig más ország kényszeríti ránk akaratát. Büszkén állok itt ma, mert a mai nap, november 4-e, nemzeti gyásznap. 61 évvel ezelőtt, 1956. november 4-én a szovjet csapatok ezen a napon indítottak támadást Magyarország ellen, Budapest ellen és a nagyvárosok ellen.
az a néhány ezer szabadságharcos és forradalmár az utolsó töltényig ellenállt, de a túlerő győzött. Emlékezni kell a harcokban elesett 2500 honfitársunkra, a sortüzek 350 áldozatára és a kommunista megtorlás 229 kivégzett mártírjára is, illetve a magyarok százezreire, akik elhagyták az országot 56 után, emelte ki beszédében a térség országgyűlési képviselője. Mi magyarok emlékezünk erre a napra, tanúságképpen, mert ez ugyanolyan, mint június 4-e. A világ vezető hatalmai elvettek nemzetünktől valamit. Megcsonkították a magyarok lelkét akkor is, és november 4-én is. A kárpátaljai magyar fiatalok szintén kiálltak a forradalom mellett, és vállalták érte a megtorlást, emlékeztetett Bacskai József helyettes államtitkár Geszteréden. Tudjuk, hogy a forradalmat elkipró szovjet tankokat és a hadsereg egy részét éppen a Magyarországgal határos vidékről mozgósították, vetették be. És azt is tudjuk, hogy sok magyar forradalmárt Kárpátaljára hurcoltak, akkor persze cinikusan, nem voltak tekintettel az elválasztó határra, és nem zavarta őket az sem, hogy a transportot útlevél nélkül vitték külföldre. Kárpátalján tartották őket fogva, és az ungvári börtön falán a magyar mártírok emléktáblája ma már zarándok helyé vált. Az emlékezés virágait a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, Sesták Oszkár is elhelyezte a geszterédi emléktáblánál. Döntetlent hozott az MB2-ben a két dobogós, a Kisvárda és a Kazincbarcika összecsapása. A találkozón a vendégek szereztek vezetést, és bár a hazaiak domináltak, végül csak az egyenlítésre futott a Kondás Elemér együttesétől. A második fogadta a harmadikat vasárnap Kisvárdán, így igazi rangadónak ígérkezett a Kisvárda-Kazincbarcika találkozó. Igaz, talán a hazai csapat várhatta jobb előjelekkel az összecsapást, hiszen legutóbbi 5 meccséből 4-et nyert és 1-et döntetlenre hozott a Kondás Elemér irányította együttes. Ellenben a 9 ponttal hátrébb tanyázó Kazincbarcika 3 vereséget is szenvedett az utóbbi fordulókban. A mérkőzéseket a vendégek kezdtek jobban, és csak a 25. percben tudott először veszélyeztetni a Várda. Azonban ekkor is csak Dielcek egy veszélytelen beadása okozott némi izgalmat. A 32. percben aztán szinte ugyanonnan küldhetett be egy szabadrugást Misics. Ez viszont már embert is talált, kaput azonban nem. Horváth Zoltán csúsztatása ugyanis elszállt a kapufa mellett. Éledezett a Várda és szaporodtak a hazai helyzetek. A 39. percben Dielcek előbb elvesztette, majd visszaszerezte a labdát a Kazincbarcika tér felén. Beadását Irigy szépen készítette le Lukasznak, aki előbb csinált egy finom cselt befelé, majd kevéssel tekert a jobb alsó mellé. A második félidő elején inkább a mezőnyben folyt a küzdelem, majd szinte a semmiből a Kazincbarcika megszerezte a vezetést az 59. percben. Egy baloldali szögletet követően jól fordítottak a másik oldalra a vendégek, a beívelt labda Heger is találta meg, akit az sem zavart, hogy ketten is elhasalnak előtte, a kapura fordult és 12 méterről kilőtte a bal felső sarkot. A Várda rákapcsolt és 10 perccel később jött az egyenlítés is. Misics fordult ki balra, a középre adott, bent pedig, mind Lukács, mind pedig Somodi kicsit elnézte a labdát, Illics viszont nem, a támadó jól érkezett és 5 méterről éles szögből a jobb alsó sarokba rúgta a labdát. Az első gól után akár rögtön megszerezhette volna a másodikat is a Kisvárda. Egy jobb oldali szöglet után Riasko ugrott a legmagasabbra, tisztán fejelhetett, fejese azonban nem talált kaput. A hajrában a Kisvárda mindent megtett, hogy megszerezze a győztes találatot is, azonban a Kazincbarcika jól állta a sarat, így egy-egyes döntetlennel ért véget a találkozó. Ebben a mai mérkőzésben ennyi volt benne, véleményem szerint. Az elején rosszul kezdtünk, kicsit kényelmesebbek voltunk, nem nagyon tudtuk az ellenfelünket, ellenfelünk kellemetlen stílusa nem nagyon ízlett nekünk. Aztán az első félidő második felébe ott már bátrabban játszottunk, fölvállaltuk a párharcokat, meg is tudtunk nyerni belőlük néhányat, és többször oda tudtunk kerülni az ellenfél kapuja elé. A második félidőben ott megint csak támadtunk, ellenfelünk egyszer eljött, és ezután a pontrugás után nem jól reagáltuk le a kipattanó labdát, visszajátszották, és abból gólt sikerült kapnunk. Onnantól kezdve viszont mindent egy lapra feltéve a csapat támadott, sikerült az egyenlítés, a második találatot sajnos nem tudtuk bevinni. Vitelki Zoltán, a Kazincbarcika vezetőedzője, mindent összevetve elégedett a döntetlennel. De értelemszerűen a mérkőzés egészét tekintve azt gondolom, hogy elégedettnek kell lennünk az egy ponttal.
bár elkerülhető gólt kaptunk. Két ellentétes félidő volt, az első félidőben azért bátrabban tudtunk támadni, és azt azért el kell ismerni, hogy az első félidőben az ellenfélnek is azért jóval nagyobb lehetőségei voltak, mint nekünk. A második félidő azt gondolom, hogy egyre nagyobb energiát fektetett az ellenfél a támadásba, és próbálta eldönteni a mérkőzést, nekünk jókor jött a gól, és úgy éreztem, hogy a csapat ez egy picit felhozza, és eléggé masszívak voltunk hátul, tehát mindig volt egy aktív, egy önfeláldozó láb, aki védett, vagy a szerencsés mellettünk állt, de utólag értékelve a mérkőzés, azt kell mondanom, hogy a döntetlen igazságos, és hogy nekünk elégedetnek kell lennünk ezzel az egy ponttal. Az 1-1-es döntetlen azt is jelenti, hogy véget ért a Várdai hálója nagyszerű szériája, Zöldes Illés 509 percet követően kapott gólt a Kisvárda kapuját őrizve. A másik megyei csapat, a Nyíregyháza Spartacus is pályára lépett vasárnap, mégpedig a Cegléd otthonában, ahol 2-1-es vereséget szenvedett Lucsánszky Tamás együttese. Az MB2-es tabellát tekintve a Kisvárda döntetlennyével maradt továbbra is a második helyezett, tapadva a Győrben vereséget szenvedő MTK-ra, míg a Spari egy helyet visszacsúszva a 8. helyet foglalja el. A következő fordulóban a Kisvárda Szegedre látogat, a Nyíregyháza pedig a Békés Csabát fogadja majd. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Új utakon az Agrárium, a Magyar Tudomány ünnepét agrárkonferenciával indították hétfőn a Nyíregyházi Egyetemen. A Primum Alapítvány és az intézmény közös szervezésében a fenntartható mezőgazdaság, a bio és ökogazdálkodás előnyeiről, lehetőségeiről hallhattak tudományos előadásokat a résztvevők. A hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről is tájékozódhattak, ugyanis a vidékfejlesztési programban 1300 milliárd forint áll rendelkezésre 2020-ig. Ebben technológiai fejlesztésre is nyerhetnek támogatást a gazdák. Téli üzemmódba kapcsolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága. A megyében lévő mintegy 32.000 kilométeres úthálózatból 2.139 kilométer a közút hatásköre. A hétfői sajtótájékoztatón elhangzott, a ZRT-hez tartozó minden eszközt átvizsgálnak, hogy megbizonyosodjanak arról, készen állnak a téli időjárás viszontagságaira. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb kedden este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap is napos, száraz időre számíthatunk. Egy hazánktól délnyugatra örvénylő ciklon áramlásai mezőjében délkelet felől száraz, enyhe légtömegek áramlannak térségünkbe. Az éjjeli órákban is marad a fátyol felhős idő, több felé párássá válik a levegő, néhol köd is képződhet. Csapadék nem lesz. A keleti, észak-keleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is napos idő várható fátyol felhőkkel, csapadék nélkül. A keleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Szerdától már több lesz a felhő, és a hét közepén kisebb esőkre is számítani kell. A hőmérséklet a sok évi átlagnál kissé melegebben alakul, a borult időben a hajnali fagyok is megszűnnek.